Már a megújult sportcsarnokban pattogtatnak a kosarasok. Befejeződtek Pakson az atomerőmű SS sportcsarnok első ütemének felújítási munkálatai. Megújult a tetőszerkezet, ahol teljes héjazat cserére került sor, és korszerű nyílászárók kerültek az emeletre. Modern technológiával készült speciális sportparkettát kapott a küzdőtér, megújultak a mobillelátók, a küzdőtéri világítás és a hangtechnika. Az Atomerőmű Sportegyesület és az MVM Atomerőmű ZRT közös pályázaton nyert forrásból valósította meg a felújítás első ütemét. Az egész finanszírozásban részt vett nyilván az atomerőmű, egyharmad részt, de ebből a TAO forrás volt a nagyon nagy összeg, amire ez a forrást az atomerőmű biztosította szintén. A korszerűsítés összköltsége 800 millió forint volt, ebből mintegy 400 millió forintba került a megújult tetőszerkezet, melyre műalkotásként tekintenek. Nem műalkotásnak szántuk, de olyan szintű műalkotás lett végül az ASE csarnok, hogy az idei évben az évtető pályázaton fog indulni. Múlt héten megtörtént a biztonságtechnikai ellenőrzés és a pálya hitelesítése is, így az idei szezonban először játszhatott saját pályáján hétvégén az ASE a felújított paksi csarnokban. Hazajöttünk, végre itthon vagyunk, ez az én otthonom. Bízom benne, hogy ezt a többiek is megértik, hogy ez mennyit jelent nekünk, mennyit jelent a városnak és természetesen a klubnak, és ehhez kellenek most már az eredmények. A csarnokavatón azonban vereséget szenvedett Oroszlánytól a kiesés ellen küzdő ASE.